Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét 10 érdekességet hoztam nektek, mégpedig a Godzilla Kong ellen című filmről. A Godzilla jogokat birtokló japán Toho stúdió már 1962-ben készített egy King Kong vs. Godzilla filmet. A mozit egy évvel később Amerikában is bemutatták, de rengeteg dialógust, illetve jelenetet lecseréltek ebben a változatban. A két verzió között fontos eltérés a hangulat, ugyanis az eredeti japán változat szinte komédiába hajlik. A 62-es filmben egyébként Godzilla elég negatívan van ábrázolva, szinte gonosznak mondható. A nagy sikerre való tekintettel a Toho akarta készíteni a mozi folytatását, de végül nem jött össze. Majd a 90-es években készült egy forgatókönyv, de ekkor jogi problémák miatt nem lehetett tető alá hozni a projektet. 2015 környékén kereste meg a Legendary Pictures a Tohót, hogy készítenének egy Godzilla Kong ellen című filmet. Tulajdonképpen a Godzilla jogokkal kapcsolatban már megállapodtak a stúdióval, de itt újabb egyeztetésre volt szükség. A Tohónak bizonyos kikötései voltak Godzillával és Mechagodzillával kapcsolatban is, hogy használhatják őket a filmben. A rendező úgy nyilatkozott, hogy egyetlen egy súrlódási pont volt a japán stúdióval, mégpedig az, hogy az ő filmjeikben Godzilla egyfajta istenségként van ábrázolva. Ő viszont azt szerette volna, hogyha Godzillának lenne személyisége, és ez is megjelenne a moziban. Végül a Toho némiképpen engedett, és ennek az eredményét láthatjuk a filmben. A Legendary Pictures 2015 végén jelentette be, hogy készül a Godzilla Kong ellen. A forgatókönyv azonban csak 2017-ben kezdett összeállni, és a konkrét munkálatokat csak 2018-ban tudták megkezdeni. Valamilyen szinten a közös film lehetősége volt az egyik oka annak, hogy a Kong koponya sziget, melyet eredetileg a Universal producerelt volna, mégiscsak a Warnerhez került. Bár már elkezdődött a forgatás, a Godzilla 2 a szörnyek királya viszonylag gyenge szereplése miatt az is felmerült, hogy törlik teljesen a projektet. Eredetileg a stúdió azt tervezte, hogy a Godzilla Kong ellen 2020 márciusában mutatják be. A Covid miatt először novemberre tolták, majd 2021 májusára. Mivel zárva voltak a mozik, ezért a Netflix több ajánlatot is tett arra, hogy megvásárolja a film jogait. Bár a végén már egészen magas számok repkedtek, a Warner végül úgy döntött, hogy nem adja el a filmet, hanem inkább egyszerre fogja bemutatni a mozikban, illetve az HBO Max-en. Ugyan a Legendary Pictures nem örült ennek a döntésnek, de úgy gondolták, hogy még mindig jobb, mint hogyha eladták volna az egész filmet a Netflixnek. Végül úgy tűnik, hogy bejött a Warner számítása, ugyanis a film meglepően nagy siker lett a világjárvány ellenére, közel 500 millió dollár termelt a mozikban. A koncepció az elejétől kezdve az volt, hogy kettejük csatáját végső soron Godzilla nyerje. Az azonban az írók feladata volt, hogy valahogy úgy alakítsák ki a történetet, hogy miközben van végső győztes, a vesztes is meg tudja tartani méltóságát. A Legendary Pictures viszonylag régóta szerette volna bevezetni Mechagodzillát először a Godzilla 2-ben. Amikor kiderült, hogy ott nem fogják használni, azonnal jelezték az íróknak, akik beleírták a Godzilla Kong ellen forgatókönyvébe a karaktert. Annak idején arról pletykáltak, hogy eredetileg két befejezést készítettek a filmhez, az amerikai közönségnek olyat, ahol King Kong nyer, a japánnak pedig olyat, ahol Godzilla. Később a rendező ezt tagadta, úgy nyilatkozott, hogy az elejétől kezdve ez volt a koncepció. A rendező megemlítette, hogy eredetileg lett volna egy extra jelenet a credit blokk alatt. Arról is beszélt, hogy ugyanezt rögzítették, de inkább beépítették a filmbe. Ennek pedig leginkább az volt az oka, hogy nem akartak semmit úgy felvezetni, hogy nem tudják, hogy a közönség mennyire kíváncsi a két óriás harcára. A Kong koponya szigetben elhangzik, hogy King Kong még fiatal és növésben van. Ezt már annak idején is azért írták bele a forgatókönyvbe, hogy ha két óriás összecsapna, akkor valahogy ki tudják egyensúlyozni a magasság különbséget. Ezt kihasználva a Godzilla Kong ellenben a felnőtt Kongot láthatjuk, aki sokkal tapasztaltabb és megviseltebb. Hivatalosan egyébként ebben az univerzumban a neve nem King Kong, hanem simán csak Kong. Koncepciója volt az is az alkotóknak, hogy Kongot intelligensebbnek mutassák, mint az eddigi filmekben, és gyengének, aki még nem nagyon találkozott hozzámérhető ellenféllel. Az alkotók által közzétett hivatalos számok szerint a Kong koponya szigetben látható Kong 30 méteres volt, még ebben a filmben 90 méter magas. De a különböző utalások alapján ez azt jelenti, hogy Kong sokkal magasabb, mint szülei voltak. Az alkotók ezt azzal magyarázták, hogy hosszú idő óta Kong az első fajából, aki elérte a teljes felnőtt kort, illetve méretet. Godzilla dizájnját kicsit frissítették a filmhez.
a lábai vastagabbak lettek, a feje kisebb, és átalakították a hátúszóit is. Személyiségét is sokkal vadabbá tették, legalábbis az eddigi amerikai filmekhez képest. A rendező koncepciója volt, hogy Godzilla néhány jelenetben kimondottan dühösnek tűnjön. Ennek egyik oka Kong, a másik pedig, hogy Mecha Godzilla révén érzi Ghidorah jelenlétét. Többek között ennek köszönhető, hogy Godzillát úgy láthatjuk támadni, hogy négy kéz lábon áll, ahogy előtte még egyetlen egy filmben sem. Maga a belső föld alap ötlete nem egy új koncepció, valójában a Tohótól származik. 1955-ben terveztek egy filmet Godzilla mennyasszonya címmel, melynek ebben a tekintetben az alapsztoria nagyon hasonló volt. Végül ezt elvetették, és nem lett semmi a moziból. A hivatalos számok szerint Godzilla közel 120 méter magas és 164 ezer tonna a súlya. Kong ugyan alacsonyabb, de súlya megegyező Godzilláéval. Na most ez azt jelenti, hogy egyenként is nagyobb a súlyuk, mint egy Nimitz osztályú repülőgép hordozó anyahajónak. Eleve a hajó kettejük harcát is nehezen bírta volna ki, de azt, hogy Godzilla felkapaszkodjon rá, biztos, hogy nem. Hasonló a helyzet azzal, amikor Kongot helikopterrel szállítják, ez fizikailag lehetetlen ekkora súly esetében. Bár a filmesek szerették volna a két óriást egyenrangúként bemutatni, végső soron mindkét harcukat elég könnyedén Godzilla nyeri. Az első összecsapás során egyértelműen előnyben van Godzilla a víz miatt, hiába segítik az emberek Kongot. A második csatánál Kong helyzeti előnyben van a magas épületek miatt, ennek ellenére Godzilla viszonylag könnyen legyőzi. Itt megjegyezném, hogy apró érdekesség, hogy a 62-es japán változat King Kong győzelmével ér véget. Az előző két Godzilla mozit nagyon sok kritika érte amiatt, hogy az akciójelenetek nagy része sötétben zajlódik. Itt kimondottan koncepció volt, hogy mindkét csata esetében megfelelő legyen a világítás, még amikor este kezdődik, akkor is neonfényben úszik a város. Kong fejszéjét eredetileg csak egy jó poénnak gondolták, de később kitaláltak köré egy történetet, mely szerint Godzilla ősének hátuszonyából készült. A Ghidorah maradványaiból létrejött Mecha Godzilla nem új ötlet, valójában a Toho találta ki, és a Godzilla vs. Mecha Godzilla 2-ben alkalmazta is. Az alkotók mindenképpen át akarták alakítani Mecha Godzilla külsejét. Ugyanis az eddigi 5 filmben, melyben megküzdött Godzillával, mindannyiszor Godzilla legyőzte. Itt azonban valahogy el kellett hitetni, hogy Godzilla nem bírna vele, és szüksége van Kong segítségére. Úgy döntöttek, hogy megnövelik Mecha Godzilla karjának hosszát, és mobilisabbá tették. Ennek azonban egyenes következménye lett, hogy sokkal vékonyabb, mint a japán Mecha Godzilla. Valójában a japán filmekben Mecha Godzilla nem negatív karakter. Bár az első változatát földön kívüliek készítették, utána folyamatosan emberek építik újra, hogy megvédje őket Godzillától. Adam Wingard, a rendező, úgy nyilatkozott, hogy teljesen tudatos döntés volt, hogy a mozi rövidebb legyen 2 óránál. Azt is hozzátette, hogy vicces, hogy azóta mindenki azt kérdezi tőle, hogy mikor jön a rendezői változat. A direktor szerint nincs rendezői változat, ugyanis szerinte csak olyan jelenetekkel lehetne dúsítani a filmet, melyek unalmasabbá tennék. Megemlítette, hogy nála egyébként is lélektani határa 2 óra, úgy érzi, hogy ha ennél hosszabb lenne egy filmje, akkor azt nagyon meg kellene indokolnia. A Godzilla Kong ellen 5 évvel a Godzilla 2 után játszódik, és 50 évvel a Kong Koponya-sziget eseményei után. A producer egy interjúban megemlítette, hogy valójában őket is meglepte, hogy az embereket mennyire érdekli a film. Nem számítottak ekkora érdeklődése, és amikor kijött a mozi előzetese, össze is omlott a film hivatalos weboldala. A filmesek szerződést kötöttek egy gyors étteremlánccal, melynek köszönhetően a premierkor Godzilla hamburgert, illetve Kong csirkés szendvicset árultak. Bár a Warner egy expo már 2019-ben bemutatta a film teaser plakátját, a hivatalos poszter, illetve előzetes csak 2 hónappal a bemutató előtt jött ki. Ez nem szándékos volt, egész egyszerűen a folyamatosan változó premier dátumok miatt nem akarták feleslegesen promózni a mozit. A film sikere után megkérdezték a producertől, hogy mikor várható a folytatás. Úgy nyilatkozott, hogy több tervük is van, és majd meglátjuk, hogy melyikből lesz valami. Azt is hozzátette, hogy viszonylag régóta terveznek egy olyan filmet, melyben nem lennének emberi karakterek, csak kaijuk. Sőt, felmerült egy crossover film lehetősége is, hiszen a tűzgyűrű filmek is a Legendary Pictures-höz tartoznak. Ma már biztosan tudjuk, hogy a legközelebbi film, melyben láthatjuk Godzillát, a Godzilla Kong ellen 2 lesz 2024-ben. Ennyi érdekességet sikerült összegyűjteni a Godzilla Kong ellen című filmről, remélem tetszett, ha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtalálhatod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!